Zombor Gábor egészségügyi államtitkár után maradunk a témánál, és két ellenzéki egészségpolitikust kérdezek a véleményükről. Kincses Gyula volt államtitkár, és Komáromi Zoltánt, az Együtt egészségpolitikusát, aki civilben egyébként háziorvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéltünk az előbb államtitkár úrral a köz- és a magánegészségügy szétválasztásáról, ami fontos eleme a kormány politikájának, ön pedig sokat publikált erről korábban. Hogyan értelmezte most a válaszokat? Hát úgy, hogy született egy döntés, ami rossz döntés, de szerencsére nem nagyon lett végrehajtva. Tehát tulajdonképpen érdemben semmi nem történt. Annyi történt, hogy minden reális, életszerű kezdeményezést, hogy hogyan lehetne egy picit a közösségi egészségügybe is elkölteni a pénzünket, hogy lehetne, hogy több pénz jusson oda, hogy lehetne, hogy ne feketén kelljen vásárolni. Ezek a lehetőségek hivatalosan kilettek húzva, de a köz és a magánnak a szétválasztása nem történt meg gyakorlatban semmilyen módon. Ma is ugyanúgy oldjuk meg, ugyanaz a masszatoláson, amire maga nagyon jól kérdezett rá az előbb, ugyanaz történik, tehát nincs rend, nincs szabályozott együttélés, erre esély sincs, mert azt megmondták, hogy arról szó nem lehet, ehelyett maradt a rendezetlenség, és maradt az, hogy tovább nő a pénztelenség a közösségi egészségügyben. Ennél rosszabb a helyzet, mert én nem tudtam eldönteni a beszélgetés alatt, amikor ön teljesen tárgyszerű és precíz jó kérdéseket tett föl, az államtitkár pedig teljesen maszatolt ez ügyben, mintha nem értette volna, hogy mi működik ma Magyarországon. Na most, ha rajta múlik az egészségügynek a szerkezet átalakítása, és nem tudja, hogy hogy működik a magyar egészségügy, akkor nagyon nagy bajban van a beteg is, meg az orvos is, meg az ország miből is. Miből derült ki ez az ön számára? Ön föltett egy néhány kérdést például arra, hogy a magánorvostól, hogyha ott jön egy olyan pont, amikor van egy diagnózis, és ugye tovább kellene menni, de az már finanszírozhatatlan magánzsebből egy magánintézményben adott esetben egy agyműtét. Adott esetben, akkor ugye az államtitkár úr elegáns azt mondta, hogy akkor visszamegy az állami egészségügybe. Igen, visszamegy, és beáll a sor elejére. Tehát kivárja azt a sort, amit egyébként megelőzött azzal, hogy súlyos tízezreket vagy százezreket kifizetett a magánellátásba. A másik dolog az, hogy a magánellátásban minden magánorvosnak van receptírási szerződése, tehát a receptet föl tudja írni, a gyógyszert, viszont már beutalási joga nincs. Mit csinál a magánorvos? Azt mondja a magánbetegnek, hogy ezt a papírt vigye már el a házi orvosához, és indítsa el a állami egészségügyben azokat a laborvizsgálatokat, képalkotó vizsgálatokat egyébként, amire ő, mint magánorvos beutalni nem jogosult. Tehát gyakorlatilag kidob a magánbeteg egy csomó pénzt a magánellátásba, ha nagyon sok pénze van, akkor sokáig elmehet, de egyszer eljön az a pont, amikor igazán drágává válik az ő gyógyítása, amikor visszakerül az állami ellátásba, és az egyébként is rosszul finanszírozott állami ellátás fogja ezeket a terheket tovább viselni. Tehát nincsen igazából ez, és az a bevétel, amit ez esetben a magánellátás bevételezett, ezt egyébként az állami egészségügy is bevételezhette volna, ha az ott a TVK korlát miatt üresen álló műtőket, az üresen álló vagy leállított CT-készülékeket mondjuk a munkaidő és a OEP idő után használni tudnák, ezáltal a kórház is bevételhez jutna, az ott dolgozó orvos is bevételhez jutna, a beteg pedig korszerű körülmények között megszokott tempóba mehetne vizsgálatokra. Ezt Kovácsi Zsombor tökéletesen levezette, hogy egy második várólistát el lehetne indítani, ha ebbre a kormányzat, az egészségpolitika a intézményeken belül szabályozott lehetőségeket adna. Ez tehát egy egészen más koncepció, amire a kormány most nem nyitott, de itt van az a konkrét elképzelés, hogy két héten belül diagnosztikai vizsgálatra kerüljön mindenki, akinél a rákgyanúja felmerül. Tehát én azt gondolom, hogy végre valami olyan történt, ami a betegről szól. Ez önmagában újdonság. Az elmúlt, én azt mondtam, hogy egyáltalán erről szól. Az elmúlt 5 évben ez már valami előrelépés, mert nem arról szól, hogy hogyan fogjuk a beszerzéseket központosítani és eldönteni a kórházigazgató helyet, meg nem ilyesmiről szól. Tehát maga az, hogy egy ilyen irány felmerül, az abszolút jó. Ha viszont úgy pontosítódott a dolog, hogy az első vizsgálatnak pár dologból, mint CT, két héten belül meg kell történni, akkor ez elég vékonyka dolog, mert ha a CT-ről kiderül, hogy kevés volt, kell egy MR, akkor újabb két hét. Mi van a szövettannal? Tehát gyakorlatilag
el tudunk csúszni megint időben, nekem az lenne a szimpatikus, ha nem ilyen két hetet mondunk, mert azt mindenki érti, hanem tudom, hogy politikai üzenetnek ez nem olyan jó, de ha azt mondanánk, hogy a betegek 70%-ánál két héten belül végleges diagnózishoz kell jutni. A gyanúnál ez lehetséges, hiszen egy csomó betegnek szerencsére nincs komoly dolga, két héten belül megnyugodhat, hogy de minden rendben szó, van. De nincs szó, mert ezt mondta, hogy nem a végleges diagnózisról van de szó, akkor már az igen, az számít. De az számít egyébként, hogy egy olyan döntésig eljuthasson, hogy beteg, nem beteg, rossz indulatú, nem rossz indulatú. De pontosan megint csak a tájékozatlanságáról adott tanúbizonyságot az államtitkár, amikor azt mondta, hogy két héten belül egyébként Magyarországon szakorvosi rendelőbe lehet jutni. Nem lehet. Gastroenterológiai vizsgálatra vérző beteg esetén másfél hónap a jelenlegi előjegyzési, ha befektetem a kórházba, vagy protekciót kérek a saját szakmai kapcsolatrendszeremen keresztül, én mint háziorvos, nálam jelentkezik, legyengült, 10 kilót fogyott, eddig problémája volt, azt hitte, hogy ideges meg vált, és ettől fogyott, kiderült, hogy vastagbél most vagy gyulladása van, vagy daganata van. Én ugye eddig jutok el, plusz csinálok egy vérvizsgálatot, meg egy székletvizsgálatot, másnapra tudom, hogy baj van, nagyon nagy baj van. És innentől indulna másfél hónap Budapesten, hogy gasztroenterológushoz jusson el, ami még azt jelenti, hogy konzultálnak, utána előkészítik, és másnap, harmadnap, negyednap megcsinálják a tükrözést. Ez erre kéne egyébként odafigyelni, amit Kincses doktor is mondott, hogy a definitív diagnózishoz. Magyarországon az onkológiai ellátást nagyon okosan központosították, centrumokat alakítottak ki. Egy dolgot felejtettek el, hogy a kisvárosi kórházakból, ahol működtek ezek az onkológiák, amik most nem működnek, elfelejtették azokat a képalkotó, szövettan és egyéb kapacitásokat oda csoportosítani, ahova beteget már most mennek. A finanszírozás. És gyakorlatilag a Szegedi Orvostudományi Egyetemmel szerződött képalkotó szolgáltató azt mondja az onkológiának, ahova beérkeztek mondjuk a makói meg a hódmezővásárhelyi betegek, hogy nincs már kapacitásom, csak két hét múlva, három hét múlva tudom megcsinálni azt a vizsgálatot. Holott ha a kiskórházakból a pénzt is oda vitték volna a beteggel együtt, akkor ezek a dolgok működnének. Értem. A progresszív ellátás nem abból áll, hogy azt mondjuk, hogy jaj, de nagy, ez egy progresszív ellátás, hanem oda kell tenni a pénzt, mert a progresszív ellátásnál súlyos a betegek fognak ezakhozni. A szabályokat, pénzt. Együtt kell mi a helyzet a bérrendezésre adott válaszokkal? Önök szerint ez itt fogja tartani a szakápolókat és az orvosokat? Én azt hiszem, hogy olyan mértékű, vagy olyan szabad szemmel nem látható összegek hangzottak el. Tehát ez majd az egész beszélgetésnek nekem a kulcsmondata az volt, amikor az államtitkár úr azt mondta, hogy olyan jó lesz a közösségi egészségügy, hogy a magánegészségügy el fog sorvadni, hát arra nem lesz szükség. Meg azt mondta, hogy a járulékok úgy meg fognak nőni a közmunkásoknak. Tehát a akkor, járulékaiból, hogy ebből majd fognak látjuk, tudni. Látjuk, hogy az egészségügyben soha nem látott mértékben baj van. Nőnek a várólisták, ugye ez teljesen rendben van, hogy a szállítók végre pénzükhöz fognak jutni. De ezt ne felejtsük el, hogy az egészségügynek ebből egy fillér nem jut, a szállítóknak lesz ettől végre jobb, a kórházaknak, a betegeknek ettől nulla nyeressége, viszont, vagy egészségnyeressége, vagy jobb kedve lesz. Azt mondta az államtitkár, hogy már zajlik egy átalakítás, sok minden megtörtént. Semmi nem történt. Április 1-jé óta én legalábbis nagyon figyelem a híreket, mind a hivatalos, tehát a közlönyben is, az egyéb helyeken megjelent rendelkezéseket, mind a sajtót. Egyetlen egy olyan átcsoportosítás, átszervezés, ésszerűsítés, amiről beszélt az államtitkár, nem történt. Hihető az, hogy nem lenne a médiában híre annak, ha becsuknak egy osztályt, vagy egy kórházat. Ja, és hogy nem lehet becsukni a kórházat. Igen, hát, igen. Ha nem csukják be az intézményrendszert, hanem így működtetik, csak struktúrát vagy újat funkciót váltanak, bele, az ugyanannyi költségbe nem, kerül, mert fűteni pénz lesz, kell. Mert újat fognak hozni, igen, és még több pénzbe fog kerülni, azt meg nem akarok. A másik, hogy én az alapellátásban vagyok jobban otthon. Most megjelent egy 140 oldalas anyag, amit egyébként nagyon becsületesen április 29-én kiküldtek, hogy május 3-ára mindenki véleményezze, úgyhogy ez is ilyen etikai kérdés, de mindegy. Végolvastuk. Benne van egy olyan bérrendezési javaslat, amitől a fülünk ketté állt. Három dolog hiányzott mellette. Egy ütemezés, hogy ez milyen hány év alatt fog lezavarodni, hogy milyen módon fog ez lezavarodni, és hogy hol van ennek a költségvetési fedezete. Ezekről egyetlen szó sincs, és a két beszélgetés között megkérdeztem ezt az államtitkár úrtól, és ennyit mutatott. Tehát nincsen rá fedezet, nincs rá elképzelésük se, csak bedobják a gumicsontot, hogy gondolkozzanak. Pénz
és koncepció. Koncepció. Tudnilik, halkan kérdezném egy vállalkozásnál, hogy szabom meg a bértáblát, és az, hogy mennyi jövedelmet kell. Mennyi a bevétel. Hát, pontosan. Tehát vagy koncepcionálisan ezt egy vállalkozásnak tekintem, és akkor azt mondom, hogy úgy számolom ki a praxisok bevételét, hogy lehessen ennyi bért belőle fizetni, de nem bértáblát szabok meg, hogy mennyi a jövedelem, mert vállalkozásban ez teljesen elképzelhetetlen. Nagyon köszönöm, hogy elmondták a véleményüket.